ezt a fajta oltóanyagot fogjuk neked beadni. A brit svéd AstraZeneca által fejlesztett oltóanyagot mutatja Sanz Robert szexádi házi orvos. Ezt a vakcinát kapta meg a Tolnai megye székhely polgármestere. Készen is vagyunk. A néhány perces oltási folyamat után Ács Rezső azt mondta, azért döntött úgy, hogy regisztrál a vakcinainfo.gov.hu internetes oldalon, mert a napokban a harmadik hullámba lépett járvány csak a tömeges oltás által győzhető le. Fontos, hogy legyünk ott, és megtegyünk mindent annak érdekében, hogy az élet minél korábban visszajön, akkor normális kerékvágásba. Ehhez pedig szükség van arra, hogy akinek lehetősége van, és regisztrált, az mielőbb adassa magának az oltást, teljesen mindegy, hogy orosz, kínai, vagy éppen nyugat-európai. Ebben a szexádi háziorvosi praxisban eddig az AstraZeneca vakcinájával oltottak, a héten pedig elkezdik a kínai Sinopharmot is alkalmazni. Utóbbi oltást a 60 év feletti krónikus betegséggel nem rendelkezők kaphatják meg. Kedden még itt a rendelőben oltunk, és utána szolgálatba lép az oltópont, a városi oltópont, ahova fognak a betegeink majd, már aki ugye el tud menni, nyilván akik nem, azoknak megoldjuk a háznál való oltását is, oda fognak menni majd, előzetes értesítés alapján. A szexádi oltópontot a Babics Mihály Kulturális Központban alakítják ki. Ide március 3-ától érkezhetnek azok, akik korábban regisztráltak az interneten. Tolna megyében március elejéig egyébként közel 20 000 embert oltottak be, amint egy 50 000 regisztráltból.